Egykor tűzön vizen át harcolt a pártjáért, majd pedig egyre gyakrabban kritizálta azt, elnöki ambíciókat is dédelgetett, de inkább otthagyta az MSZP-t, most pedig nyílt levelet írt egykori párttársainak, hogy vegyék észre, amennyiben így folytatják, megszűnik a párt. A stúdióban Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás mozgalom alapítója. Köszöntöm Önt. Jó estét kívánok. Jó estét, bocsánat, már napszakokat. Írt egy levelet az MSZP tagságához, amiben azt írja, hogy baloldali szövetségesetek nincsen, kvázi legjobb esélyetek, hogy csápolhattok egy milliárdos oligarchának, vagy a nácik által felfedezett, még konzervatív Orbán klónnak. Ez honnan jött? Egyszerűen a valóság az én szememben így áll össze. Gyakorlatilag az ellenzék oldaláról igazság szerint nem volt baloldali jelölt, már főjelölt, egy se. És persze nyilván eltérő távolságokban voltak az egyes szereplők a baloldal, tehát mondjuk Jakab Péter például nagyon messze volt, hiszen őt azért a náci gyökerei azért eléggé távol tartották a baloldaliságtól, de hát ugyanúgy Fekete Győr András egy konzervatív liberális politikus. Karácsony Geiger, na jó, ott keveredik egy kicsit, van némi baloldali stíhje a történetnek, tehát ők is inkább zöld liberális árnyalatot mutatnak. És hát az MSZP, ugye, akinek hát igazi saját jelöltje nem volt. Karácsony Gergely volt a jelölt. Oké, de az egy másik pártnak az elnöke. Most értem, hogy ők szövetségben, meg minden, de saját szocialista jelöltje nem volt. És hát ott van Dobrev Klára, aki hát szintén egy liberális oligarha. Ezek gyakorlatilag a kampány során is kiderült számukra, a kapitalizmus az teljesen rendben van. Minden kritika nélkül fogadják a dolgot, már pedig a baloldalt, a nem baloldaltól pont a kapitalizmus kritika különbözteti meg. Tehát kapitalizmus kritika nélkül politizálni az egyszerűen ább óvó lehetetlenít, ez, hogy baloldalnak lehessen őket nevezni. Na most hát ebben a... Én nem akarok politikai elemzésekbe bonyolódni, bár nyilván mindenki örömmel teszi ezt az egész történetet. Én úgy vagyok ezzel, mint a focival, hogy én igazából senkinek nem szurkolok, viszont, hogyha megnézek egy meccset, nagyon izgalmasnak tartom, hogy ide rúgják, oda rúgják, tehát ez egy... Na de azért az ön esélyeit mennyiben erősíti, vagy mennyiben gyengíti ez az előválasztás, hiszen az ön mozgalma kimondva kimondatlanul is egyre erősebb szerepre tör, és egyre nagyobb szeletet követel magának ott a politikai ellenzéki oldalon. Ez a munka hogy áll? A mozgalom építése, illetve az önálló indulás? Nem szeretik a kárőrvendésnek a bűnébe esni, de azért azt szeretném elmondani, hogy nekünk bizonyosan hasznos, hogy tisztult a kép, ami azt jelenti, hogy a politikai térben a baloldali szoba az üresen maradt. Nekünk ezt be kell lakni. Mi tulajdonképpen ebből a célból jöttünk létre, tehát azért láttuk mi azt a tendenciát, hogy merre mennek ezek a folyamatok, és mi azt találtuk ki, hogy igen, olyan nem lehet, hogy a valaha volt baloldali vagy baloldalhoz jó gondolatokkal fűződő pártok úgy egyszerűen elhagyják azokat az alapértékeket, mint szolidaritás, munkásképviselet és egyenlőség, tehát ezeket az abszolút baloldali meghatározó dolgokat, és azért alakult meg az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, hogy ez a ürülő félben lévő baloldali szobát minél előbb belakjuk a politikai térben, és én úgy gondolom, hogy ez sikerül, mert most már nagyjából világos, hogy hát kormányzat oldalon nem lehet beszélni baloldalról, hát ez ugye ábóvó adott, ellenzéki oldal is tisztázta, hogy ő aztán nem baloldali, innentől kezdve mi megmaradtunk baloldaliak, vagy pontosabban mi képviseljük azt. Nekünk az a célunk első körben, mert azért itt nagyon sok minden nem múlik egy választás, hogy egy frakciót tudjunk csinálni a Magyarországgyűlésben, hogy legyen egy megfogható képviselete a dolgozó embereknek. Van reális esélyük most? Nézd, akkor a turbulencia, hogy mi hiszük, hogy van, és hát azért vannak közülönyi kutatások, amik esélyként, most nem tuti egyes fix befutóra, de esélyként ezt megfogalmazta, sőt mindegyik megfogalmazta, hogy ügyes politizálással nem reménytelen tavasszal elérni ezt az 5%-ot, ami egyébként a frakció alapításhoz szükséges. Mi nem akarunk ennél most messzebbre látni, azt akarjuk, hogy ebben a polarizált országgyűlésben, ahol lesz mindenképpen két tömb, egy kormányzat, tehát egy mai kormányzati tömb, meg egy
mai ellenzéki tömb, hogy most ki hogyan győz, azt nyilván nem tudjuk. De két nagy tömb, ami azt jelenti, hogy mi igenis ezzel az 5%-kal komoly eredményeket el tudunk érni, akár egyikkel, akár másikkal, a tekintetben, hogy az alaptéziseket, amiket mi a Kádár János tervben, ez a politikai választási programunk leszögeztünk, ezekből minél többet meg tudjunk valósítani. Azért ez a hagytátok meggyalázni Kádár Jánost, most pedig hagytátok meggyalázni Horn Gyulát, vagy hagyjátok meggyalázni Horn Gyulát. Két olyan politikus azért elég megosztó mind a kettő, a baloldalon is sokan kétségbe vonják a szerepüket, hogy megosztónak tartják. Miért rájuk hivatkozik elsősorban? Nekem azért tetszik ez a szó, hogy megosztó, mert talán nézők egyik másikat tudja, hogy főképpen 1998 után, én nekem korábban nem, de amikor én politikai párral léptem, nekem elég intim kapcsolatom volt Horn Gyulával. És egyszer mondta nekem azt, hogy Tibor, ne bánt, hogyha megosztó vagy, csak arra figyelj, hogy a többség a te oldaladon legyen. Hát minden politikus megosztó. Hát ez pont a politikának ez a lényege. Te ezt gondolod? Te azt gondolod, ettől vagyunk plurális társadalom. Tehát az, hogy egy politikus megosztó, én ezt egy erénynek tekintem, és úgy ilyen értelemben Orbán Viktor is megosztó. Igen, de Kádár János történelmi bűneit sokan a baloldal szemére hányják. Tehát Kádár Jánosnak pontosan emiatt a szerepe rendkívül kétséges, Horn Gyulának is, aki mondjuk valóban nagyját tette az MSZP-t a 94-es választások után. Ezeket hagyjuk a történészekre. Én azt mondom, nézzük meg, mi a mű. Ami a kádári konszolidációt követően az akkori világpolitikai realitásokon messze túlmutatóan Magyarország egy élhető ország volt. Az a kor, és mindent idevéve. Horn Gyula gyakorlatilag mi a mű? Magyarországot egyszerűen visszatette arra az európai vonatra, ahol ezer éven át hol le, hol föl ugráltunk. És mind a kettő baloldali volt. Kádár idejében messze olyan szociális emelkedés volt. A magyar vidék akkor virágzott föl egyáltalán az ezer éves történetében. Tehát ne vitassuk el ezeket az eredményeket. Alelnök úr, ezt a történészekre adjuk, valóban igaza van ebben. Bocsánat, hogy a szobába vágok, csak akkor egy kicsit aktuál politikai vizekre evezzünk. Ugye itt van a Márki-Zay Péter, itt van Dobrev Klára. Ön mit vár, ki fog nyerni az előválasztáson? Ön kire adná a tippét vagy a voksát, hogyha megkérdeznék? Illetve, hogy ön szerint, amikor kijön egy győztes, akár az egyik, akár a másik, akkor mi lesz az ellenzéki összefogással? Nézze, én azt gondolom, hogy egy olyan választáson, ahol egyébként bárki szabadon részt vehet, szerintem dőreség lenne azon csodálkozni, hogy ezen bárki részt vesz. Tehát itt nem csak az ellenzéki szavazók, hanem a fideszes szavazók is elmondhatják, hogy szerintük ki lenne az alkalmas jelölt. Van, aki vicces kedvében van, van, aki esetleg valami tribnin töri a fejét, ezt nem tudom. Minden esetre itt most az ország vegyesen szavaz arról, hogy ki legyen Orbán Viktor kihívója. Hogy ez okos, nem okos dolog, én ezt most hadd nem mérlegeljem itt. Én azt gondolom, hogy minek utána jelenleg két versenyző van, egy mély konzervatív és egy liberális versenyző. Most, hogyha azt akarjuk mondani, hogy akármelyik is nyer ettől, akár liberális, akár mély konzervatív lesz az ellenzék, én ezt nem hiszem. Magyarul én jelen pillanatban, minthogy nincs programjuk, nekünk van, nekik nincs. Program nélkül pusztán egy főszereplővel és mögötte kismillió párt képviselőivel, én megmondom őszintén, nagyon-nagyon nehezen látom ezt megoldhatónak, ezt a matekot, hát lelkük rajta oldják meg. Mi a baloldalt, a dolgozó embereket képviseljük, ez legalább tiszta sor. Kérdés, hogy ez majd mire lesz elég. Szanyi úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban. Köszönöm a beszélgetést is.